Kósa Lajos és Halász János tartott sajtótájékoztatót a Fidesz frakció kihelyezett velencei ülésének másnapján. Délután egy programpont volt, Orbán Viktor tartott előadást, közölte Kósa Lajos. Ezután döntött a frakció arról, hogy felkérik a kormányt, indítson újabb nemzeti konzultációt a soros tervvel kapcsolatban. Kósa Lajos, jelenlegi frakcióvezető hozzátette, a nemzeti konzultációval kapcsolatban, hogy szerintük azért is van szükség az újabb népszavazásra, hogy meg tudják védeni az országot. A frakció döntött arról, hogy felkérjük a kormányt, hogy a soros tervvel kapcsolatban egy nemzeti konzultációt bonyolítson le. A vitában világosan kiderült, hogy az Európai Bíróság a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatban hozott döntése, az szélesre tárja a kaput a soros terv megvalósítása előtt, hiszen alig telt el, sőt nem is telt el egy nap a bíróság döntéséhez képest, és az Európai Bizottság migrációs ügyekkel foglalkozó biztosa már bejelentette, hogy azonnal elkezdik a felső korlát nélküli úgynevezett állandó áttelepítési mechanizmus elfogadását, előkészítését, ami azt jelenti, hogy felső számhatár nélkül kell kötelezően szétosztani az Európai Uniós országok között a bejött migránsokat. Ez a soros tervnek az egyik alapvető kiinduló pontja. Tudjuk azt, hogy Soros György és az általa nagyon sokszor megfogalmazott elképzelés az évi 1 millió bevándorlóval számol hosszú időn keresztül az Európai Unió területén. Ennyit kellene szerinte befogadni. Ugye az is világos, hogy a soros terv része a határzár elbontása és a nyitott határok megvalósítása. Mindenki láthatta, hogy maga Juncker elnök beszélt arról egyébként, hogy természetesen el tudják fogadni, hogyha valaki védi az ország határokat, de a kerítést nem tudják elfogadni, és szerintük a kerítés az nem helyes dolog, azt el kell mondani. Erről beszélt egyébként az európai baloldal, és tudjuk, a magyar baloldal is erről beszélt. Számosan elmondták, hogy nem támogatják a kerítést, Botka László pedig elmondta, hogy miért lehetősége van rá, ezt a kerítést elbontja. A soros terv része az, hogy a bevándorlókat 9 millió forinttal kell segíteni, minden egyes bevándorlót. 4,5 millió forintot két éven keresztül kell nekik adni. A beilleszkedésükre, lakhatásukra, szociális egészségügyi problémáik ellátására. És ha valaki nem érti az európai történéseket, nézzék meg, a bíróság döntésének másnapján elindult az a német felvetésű vita, hogy a migránsok ellátása kapcsán az európai országoknak egységes ellátási normát kell megfogalmazni és megvalósítani, mégpedig a német ellátás szintjét kell iránymutatóként figyelembe venni. Ez a soros terv maga. És természetesen a Soros György azt mondja, hogy ennek a finanszírozására az európai országoknak mintegy 30 milliárd eurót kellene felvennie, és hitelben, természetesen ezt is a tagországok között szétosztva. És ha tudjuk, alig, hogy meg tudtuk fékezni az ország eladósodását az elmúlt 7 évben, alig, hogy kikeveredtünk a magyar családokat sújtó devizahitelválság legnagyobb veszélyei kapcsán elkerültük azt, hogy sok százezer család menjen tönkre a devizahitelezésben, most jönne egy újabb ilyen terv. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a soros terv kapcsán mindenképpen kell egy nemzeti konzultációt szervezni, és ezért kértük erre a kormányt. Még valamire szeretném felhívni a figyelmüket. Kísértetiesen ismétli magát a migrációs ügyben a történelem. Ha emlékeznek rá, mikor elindult a migráció, az ellenzék azt mondta, hogy migráció nincs is. Ez egy fideszes álprobléma, csak a valódi problémákra akarjuk elterelni a figyelmet. Aztán persze napnál világosabb volt, hogy hazudtak, migrációs és migrációs válság igenis van. Aztán egy éve a kötelező betelepítési kvóta kapcsán tartott népszavazásnál azt mondták az ellenzék egységesen, hogy nincs kötelező betelepítési kvóta, nem is lesz, legfeljebb önkéntes, ilyenről nincs szó,
a mindenki, aki azt mondja, hogy kötöző betelepési kvóta van, az meg akarja téveszteni az embereket. Aztán tudtuk, hogy az ellenzék hazudott, most már látjuk, mert látjuk az Európai Bíróság döntése kapcsán, hogy a bíróság is azt állította, hogy ez a kötelező betelepítés kvóta az jogszerű döntés. Tehát van. És azonnal megindult a soros terv megvalósítása és az elosztási mechanizmus. Most az ellenzék ezt tagadja le, de úgy gondoljuk, hogy azért, hogy ne lehessen a magyar embereket megtéveszteni, és tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban mi a magyar emberek álláspontja, ezért azt gondoltuk azt, hogy egy nemzeti konzultációra kérjük meg a kormányt. A népszavazás kérdései azon szempontok alapján történne, amit a soros terv tartalmaz is, miszerint a határokat meg kell nyitni, évi 1 millió bevándorlót be kell engedni, a bevándorlóknak fejenként évi 4,5 millió forintot kell adományozni, illetve e költségek fedezésére 30 milliárd euró hitelt kell felvenni. Brüsszelben felgyorsították a betelepítést, nem egyszeri, hanem állandó mechanizmust hoznak létre, és minden évben újabb és újabb bevándorlókat szeretnének behozni Magyarországra is, és ezt mind kötelező jelleggel tennék, az Európába behozott migránsokat kötelező jelleggel szét akarják osztani az európai tagállamok között. Ezek a törekvések azok, amelyek pontosan olyanok, mint a Soros György által fölvázolt terv. Ezek a törekvések kísértetiesen hasonlítanak a Soros tervhez. És ezt a Soros tervet ismerjük, ő nyilvánosan megfogalmazta ezt, és ennek van több olyan pontja, amiről szintén beszéltünk délelőtt a reggeli sajtótájékoztatónkon, és a mostani előadásokban is előkerült ez. Fidesz frakció beszélt erről a helyzetről, és a frakciónk álláspontja az, hogy ez egy nagyon veszélyes terv. Ez nem valósulhat meg Magyarországon. Szeretnénk, ha minden magyar ember értesülne erről a tervről, megismerné ezt a tervet, és lehetővé szeretnénk tenni minden magyar embernek, hogy elmondja a véleményét erről a tervről. Ezért van szükség a nemzeti konzultációra, és azért is van szükség rá, mert van, aki most azt mondja, és az ellenzékiek a Jobbiktól az MSZP-ig azt mondják, hogy tulajdonképpen nincs is ilyen, de hát emlékszünk, azt mondták 2 évvel ezelőtt is, hogy nincs bevándorlás, pedig volt bevándorlás. Azt mondták 1 évvel ezelőtt, amikor a kvóta elutasításáról szóló népszavazás volt, hogy nincs is kvóta, aztán azóta már látjuk, hogy van. Olyannyira van, hogy éppen most született egy brüsszeli döntés róla. És most is ugyanezek, akik korábban tagadták a dolgokat, azt mondják, hogy a soros terv nincs is, tagadják a soros tervet, de valójában a vak is látja, hogy Brüsszelben a soros terv végrehajtásán dolgoznak. És hát mi pedig azt mondjuk, hogy ez nem valósulhat meg, és azt mondjuk, hogy minden eszközzel küzdeni fogunk a soros terv megvalósítása ellen, de ehhez szükségünk van a magyar emberek véleményére, ezért is fontos a nemzeti konzultáció. Szijjártó Péter miniszter úr beszélt a kvótaperről és az abból következő ügyekről, dolgokról. Elmondta, hogy az Európai Bíróság döntése az fölháborító, teljes mértékben ellentétes az európai értékekkel és az európai biztonsággal is, és hogy ez egy politikai döntés. A frakció ezt mind megerősítette, és jeleztük és támogattuk miniszter urat és a kormányt abban a munkájában, ami arról szól, hogy minden eszközzel, minden fronton küzdeni fogunk, hogy továbbra se lehessen Magyarország és a magyarok fölött dönteni arról, hogy ki jöhet be az ország területére. A Szijjártó Péter előadása után Pintér Sándor tartott egy tájékoztatót, amiből kiderült világosan, hogy a migráció az ma is egy valós veszély. Pintér Sándor adatokkal, elemzésekkel jelezte és igazolta ezt. Beszélt a balkáni útvonalról, a balkáni útvonal ma is nyitott. Egyedül a magyar kerítés védi Európát a balkáni útvonalon igazán. Az az igazi védelem továbbra is. És beszélt arról, miniszter úr, hogy mennyire világos az összefüggés sajnos a terrorizmus és a migráció között. Az elmúlt évek európai terrorcselekményei a brüsszeli, a londoni, a párizsi, a nizzai esetén az elkövetők vagy az elkövetők szülei mind migráns háttérrel rendelkeznek. Vagy az elkövetők vagy a szüleik migráció útján érkeztek Európába. Napnál is világosabb tehát a terrorizmus és a migráció közötti összefüggés. A frakciülésünk megállapította, hogy éppen ezért, hogy Magyarországon ez ne fordulhasson elő, küzdeni kell a migráció ellen, küzdeni kell a kötelező betelepítés ellen, és ehhez fontos eszköz a nemzeti konzultáció. Ezt, ahogy előbb is elmondtam, meg a Pintér Sándor előadása után is megerősítette a frakció, hogy ez egy nagyon fontos eszköz a nemzeti konzultáció.
Ezen túlmenően több dolgot is bejelentettek, kezdeményezik a BTK azon pontjának módosítását, hogyha valakit jogerősen elítélnek pedofil bűncselekmény miatt, akkor azt az embert örök időkre tétsák el a gyerekekkel foglalkozó munkaköröktől. Ne lehessen még egyszer az, ami a közelmúlban megtörtént, hogy már jogerősen elítélt, pedofil bűncselekményét elítélt személy, utána újra a gyerekek közelében tűnik fel hivatásszerűen, mint tornatanár, mint edző egy sportegyesületben, és ott újra pedofil bűncselekményeket kövessen el. Ezt a parlament egyébként a következő ülés szakán, tehát a hétfői ülésnapokon, tárcsozatba veszi a szándékaink szerint, és elkezdi tárgyalni. Döntést hoztunk arról, hogy a tiltott önkényuralmi jelképek kereskedelmi használatáról szóló törvénynél, tudomásul véve az Európai Bizottság állásfoglalását, nevezetesen, hogy lehet ilyen szabályt alkotni, de figyelni kell arra, hogy kereskedelmi diszkriminációt ne valósítson meg. Ezért a frakció arra kérte a javaslat eredeti beterjesztőit, Semmilyen Zsoltot és Lázár Jánost, miután ez egy képviselő indítványként futott a parlament előtt, hogy képviselőként, előterjesztőként dolgozzák át úgy a javaslatot, hogy az megfeleljen az Európai Bizottság által megfogalmazottaknak, hogy ezzel ne legyen gond, tehát ezre vissza fogunk térni, de nem most, hanem ezt a törvényt, akkor figyelembe véve a bizottság álláspontját, át kell dolgozni. A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy Kósa Lajos a Modern Városok programját felügyelő tárca nélküli miniszter lesz, helyét október 2-től Gulyás Gergely veszi át. Döntött a frakció személyi kérdésekben, október 2-től a miniszterelnök úr engem felkért a Modern Városok programot irányító tárca nélküli miniszternek. A frakció ezt elfogadta, ezt a kérést, és ezért egy új frakcióvezetőt választott Gulyás Gergely személyében. Gulyás Gergely a parlament alelnöke, mint a Törvényalkotási Bizottság elnöke, így neki erről a pozícióra le kell mondani október 2-ával. Helyére Hende Csabát választottuk meg, aki már volt igazságügyi tárcánál államtitkár, honvédelmi miniszter, felkészült jogász, így ő látja el a parlamenti alelnöki feladatokat, és egyúttal a Törvényalkotási Bizottság feladatait is. Miután jó magam a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke vagyok, ezért az a miniszterséggel összeférhetetlen, ezért onnan leköszönök, és én feladataimat Németh Szilárd fogja átvenni. Ő megtartja egyúttal a Nemzetbiztonsági Bizottság alelnöki székét is, és a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke lesz. Gál Gergelyt javasolja a KDNP, és elfogadta a frakció a Rubovszky György elhunyt képviselőtársunk helyére a parlamentbe. Ő le tudja tenni az esküt, tehát az új képviselőtársunk Gál Gergely lesz a KDNP színeiben. Rubovszky György az igazságügyi bizottság elnöke volt, helyére Vejkei képviselőtársunkat javasoljuk a KDNP-ből, és miután Vejkei elnök úr a mentelmi bizottság elnöke is, helyére pedig Hargitay Jánost javasoljuk a mentelmi bizottság tagjának és elnökének. Ezek a legfontosabb személyi változások. Még megválasztotta a frakció a frakcióvezető helyetteseket, mert az a rend, hogyha frakcióvezető váltás van, akkor újjá kell választani a frakcióvezető helyetteseket. Frakcióvezető helyettes Halász János, aki egyúttal továbbra is a frakció szóvivője lesz. Frakcióvezető helyettes Németh Zsolt, a külügybizottság elnöke. Németh Szilárd, aki most már immár a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke is. Balla György frakcióigazgató, őt is újjá választottuk, és akkor Hende Csaba lesz, aki a TAB elnökeként a frakció alelnöke is lesz, és Bóna Zoltán képviselőtársunk szintén frakcióvezető helyettes lesz. Ezen a három napon foglalkoztunk személyi kérdésekkel is, bár rögtön ki kell hangsúlyoznom, hogy nem elsősorban magunkkal, hanem az országgal törődtünk. De ha megengedik, a KDNP személyi változásairól annyit hadd mondjak, hogy van egy új képviselőtársunk, Gál Gergely képviselő úr, aki már volt egyébként néhány évi képviselő, az ő eskütétele most hétfőn történik meg. Némi változás van a bizottsági elnökök szintjén.
Vejkei Imre lett az igazságügyi bizottság elnöke és Hargitay János a mentelmi bizottságé. Ezzel az arány a KDNP-Fidesz közötti munkamegosztásban megmaradt. Ha megengedik, akkor néhány gondolatot az elhangzottakról és arról a tevékenységről, amit három nap alatt folytattunk. Ha egy szóval kellene ezt jellemezni, akkor azt mondhatnám, hogy felelős gondolkodás jellemezte ezt a három napot. A kormány helyzetértékelése után arról beszéltünk, hogy mik a teendők. Láttuk az elmondottakból, hogy Magyarország fejlődik és jó állapotban van. Természetesen a kampányról is szó esett, amibe a teljesítmény megnyugtató tudatával lépünk be, és a felelősség átérzésével. Mik voltak azok a problémák, amik számunkra fontosak, és némi megoldási irányt sikerült kijelölni? Természetes, hogy legtöbbet a migráció kérdésével foglalkoztunk. A Fidesz-KDNP frakció célja, hogy a kormány teremtsen újabb és újabb lehetőségeket a nőknek a nem hagyományos foglalkoztatási formák igénybevételére, például az otthoni munkavégzésre, a részmunkaidőre, vagy pedig a munkaerőkölcsönzésre. Magyarország nem azt az utat választja a demográfiai és munkaerő problémák megoldására, amit például Németország, akik a migrációban látják a megoldást, és amikor demográfiai kérdésekkel foglalkoznak, akkor nem esik szó a családtámogatásról, a gyermekvállalás megkönnyítéséről, hanem a migrációs megoldásról. Utolsó nap, ma délelőtt a demográfiai helyzettel foglalkozott a két frakció, és hozzá kell tennem, hogy a KDNP egy külön felmérést készítetett, méghozzá egy nagy létszámú korosztály helyzetéről. Az a tapasztalatunk, amit mindnyájan tudnak, hogy az a nagy létszámú korosztály, amelyik az elmúlt időszakban több gyermeket vállalt, most ezek a gyermekek, tehát most már az unokákról van szó, nem vállaltak megfelelő számú gyermeket, tehát részükről elmaradt a baby boom, ami megvolt az előző nagy létszámú korosztályoknál. Ma ők 35-44 év között vannak, és az a felmérés, amit nem szeretnék részletesen most ismertetni, de egy-két számát azért elő kell hoznom, ennek a korosztálynak a 25%-a még nyitott a gyermekvállalásra. Ez 400 ezer embert jelent. Az is igaz persze, hogy a korosztály egyharmadának nincs semmiféle párkapcsolata, ami azt jelenti, hogy a gyermekvállalás szempontjából a legtermékenyebb együttélési forma a házasság, aztán az együttélés különböző formái, de a legkevésbé a magányos életforma, és ez nem jó jel. Természetesen a megoldást keressük, és a megoldások olyan irányba mutatnak, ami a kormány szándékával is egybeesik, hogy a gyermeknevelés és a foglalkoztatás, tehát család és munkahely összeegyeztetése, erre vannak különböző javaslatok, a döntések természetesen később várhatók, de ezt a megkönnyített élethelyzetet más módon is igyekszik az előterjesztés kezelni, és gondoltak a nagy családosok helyzetére is. Nem szeretnék elébe menni a dolgoknak, de a fő irány a család és munka összeegyeztetése. Egy másik sajátos probléma, amiben a KDNP eddig is és ezután is tesz javaslatokat, az az adósságkezelés kérdése. Tudják önök, hogy a családi csődvédelem, a magáncsőd, mint egy új intézmény bevezetésre került, már egy évvel, másfél évvel ezelőtt javasoltuk ennek a módosítását, könnyítését. Ez most eredményt ért el, és úgy tűnik, hogy rövidesen döntés születik egy könnyített törlesztési megoldás irányába. Ennek a részleteiről most nem szeretnék beszélni, de reményeinken túl is olyan megoldások fognak születni, amik talán jelentős mértékben kezelik ezt a kérdést. Tehát összefoglalóan azt szeretném mondani, hogy
Voltak személyi kérdések, de hát nem magunkkal kellett törődnünk, hanem az ország helyzetének értékelésével, a problémákkal és azok megoldásával, és azt hiszem, hogy egy nagyon eredményes 3 nap van mögöttünk. A Fidesz-KDNP frakció szerint támogatni kell a nőket abban, hogy a gyermekvállalást összeegyeztethessék a munkával, ebben pedig leginkább az atipikus foglalkoztatási formák segíthetnek. Ezért a munkaadókat is ösztönözni kell, hogy több embert alkalmazzanak ilyen módon. Most a demográfiai kérdések áttekintésénél, ahogy frakcióvezető társam is utalt rá, a frakció az arra kérte a kormányt, hogy abban az irányban fejleszte tovább a családtámogatási rendszert, ami a nők számára további lehetőségeket teremt az atipikus foglalkoztatási formákban. Ilyen az otthoni munka, ilyen a részmunkaidő, ilyen a különböző munkaerőkölcsönzési konstrukciók és más atipikus foglalkoztatási formák, mert azt látjuk, hogy az egy jó ügy, hogyha különösen a hölgyeket, a nőket segítjük abban, hogy a gyermekvállalás mellett egyébként a munka, amennyiben úgy akarják, akkor a munkavilágában is nyugodtan kiteljesedhetnek, és össze lehessen egyeztetni a gyermekvállalást a munkával. Viszont azt látjuk, hogy ebben legjobban az atipikus foglalkoztatási formák segítenek. Ma az európai átlaghoz képest Magyarországon sokkal alacsonyabb a részmunkaidős foglalkoztatás, az otthoni foglalkoztatás, tehát a munkaadók számára kell olyan kedvezményeket megfogalmaznunk, amelyek ösztönzik őket abban, hogy ilyen foglalkoztatási formákban több embert alkalmaznak, és itt különösen a nőkre hegyezzük ki az egész támogatási rendszert. Úgyhogy a kormány ebben az irányban kell, hogy további javaslatokat tegyen le az asztalra. Vannak is már egyébként konkrét elképzelések, amik itt felvetődtek, de egyik mögött sincsen sem kormánydöntés, sem frakciódöntés, csak a különböző irányok mutatkoznak. Csak tényleg példálózva mondom, tehát senki ne úgy értse, hogy akkor ez lesz. De például a munkahelyvédelmi akcióterben foglalt munkaadói támogatási rendszert például, vagy azoknak egyes elemét lehetne alkalmazni az otthoni munkában, a távmunkában és a részfoglalkoztatásban, a részmunkaidős foglalkoztatásban, vagy például felvetődött a más atipikus, például a diákszövetkezetekhez hasonló, nem teljesen ugyanolyan továbblépési lehetőség azok hölgyek kapcsán, akik egyébként különböző családtámogatási rendszereket vesznek igénybe, itt elsősorban a gyergyes diplomás, gyergyes plusz extra, tehát ezeknek a konstrukcióknak a szolgáltatásait igénybe veszik. De itt nagyon komoly számításokra van szükség, és nagyon fontos, hogy magukkal, a munkaadókkal is egyeztessünk, mert az a fontos, hogy ők mit tartanak érzékeltőnek és fontosnak ebben a kérdésben, de ebben az irányban a mai nap legalábbis azt mutat, hogy ebben az irányban kell gondolkodnunk. Az évadnyitó frakciülés témája volt az új ukrán oktatási törvény is, amelynek ügyében várhatóan már kedden szavaz az országgyűlés minden bizonnyal 5 párti egyetértéssel arról a határozatról, amelyben a leghatározottabban elítélik Ukrajnát a jogszabály miatt. Ami azt jelenti, hogy az ukrán nemzetiségű, vagy az Ukrajnában élő más nemzetiségű ukrán állampolgárok gyermekei csak az alsó tagozatban tanulhatnak anyanyelven, az iskolákban, és már a felső tagozatban is kötelező ukránul oktatni. Ez megszünteti a felső tagozatos magyar nyelvű oktatást, és megszünteti természetesen a felsőfokú anyanyelvi oktatást. Az elfogadhatatlan, és természetesen kitérünk arra, hogy szeretnénk, hogyha ez a tiltakozáshoz csatlakoznának azok a szomszédos országok, akik érintettek egyébként ebben az ügyben, így például a görögök, a bolgárok, a románok, a szlovákok, a lengyelek. És itt egy 5 párti együttműködés van a parlamenten belül. Hétfőn majd kiderül, hogy a házszabától való eltérést támogatja a ház, de miután 5 párti az egyesség, valószínűleg tartom. És hoztunk egy elvi döntést a tekintetben, hogy nem oldjuk meg az ellenzék problémáit a parlamentben, tehát a
Ugye az történt, hogy egy korábbi szocialista képviselő, aki függetlenek közé ült ki, most beült az LMP frakcióba. A sajátos házszabályi konstrukció azt jelenti, hogy amikor egy független képviselő belép egy parlamenti frakcióba, akkor a független képviselő jogon neki járó bizottsági tagsága megszűnik, és a bizottsági tagságot a frakció tagság jogán újra meg kell neki szavazni. Tehát a parlamentnek szavazni kell arra, hogy ő milyen bizottságban dolgozik. Mert mindig, amikor valaki képviselőcsoportot vált, kilép, akkor megszűnik a képviselőcsoport tagsága és a bizottsági helye is, mert az a képviselőcsoporti tagság kapcsán jár neki, és ugye ebben az értelemben a háza a független státusz is egy sajátos képviselőcsoporti státuszba sorolja, azt úgy hívják őket, hogy képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselők, de miután Demeter Márta most már LMP-s, ezért neki az LMP-s tagság jogán jár bizottság, és ezt újra meg kell szavazni a parlamentnek. És az LMP azt kérte a kormánypártoktól, hogy ebben tegyen igazságot, mert itt meg kell egyezni az ellenzéknek, tehát a szocialistáknak, a Jobbiknak, meg az LMP-nek, abban, hogy akkor az ellenzéki kvóta kapcsán melyik bizottságban kap helyet Demeter Márta, de ebben az egyszerű és tényleg fölötti banális kérdésben, ami ráadásul csak 7 hónapig, vagy 6 hónapig fog tartani, az MSZP és az LMP képtelen volt megegyezni. Tehát nem az ország vezetésében, nem bonyolult összefüggésekben, dolgokban, választási együttműködés, adókérdések, költségvetés, stb. Egy egyszerű, primitív székben. Hova üljön Demeter Márta? Ebben nem sikerült nekik megegyezni, és kérték a kormánypártok, miután mi többségét adjuk a parlamentnek, szavazatát, hogy tegyünk igazságot. Mi azt az elvi döntést hoztuk, hogy az ellenzéki vitákban semmiképpen sem szeretnék igazságot tenni. Ha már úgyis olyan erősen együtt szeretnének működni, itt a jó példa, egy egyszerű primitív bizottsági tagság ügyben az MSZP és az LMP próbáljon megállapodni. Nem vagyunk hajlandók döntőbíró szerepet játszani. Tekintettel arra, hogy a Demeter Márta pozíciója a kormánypárti bizottságéket semmi módon nem érinti, mert Demeter Márta nem volt és véletlenül nem is lesz kormánypárti képviselő, így az ellenzék rendezze le, ahogy tanulta a kultúr mögött. Ez most egyelőre nem sikerült nekik, de nem vagyunk hajlandók ebben állást foglalni. Úgyhogy várjuk majd a javaslatokat, hogy amit támogat az ellenzék, azt meg fogjuk szavazni. De azt a dolgot nem, hogy az LMP akkor MSZP-st levesz, mi meg össze-vissza a többséget kihasználva ezt megtámogatjuk. Ebben hátralépjünk, és azt mondjuk, hogy várjuk az ellenzék együttműködését, úgyis olyan nagy terveik vannak, bonyolult kérdések, akkor lássuk, hogy mindjárt egy ilyen egyszerű kérdésben hol van a kompromisszum. Összességében nagyon eredményes volt a frakciülés, és azt kell mondjam, hogy ez lesz az utolsó teljes ülésszaka a Fidesz-KDNP frakciónak ebben a ciklusban, mert ugye most ezt többször elmondtam, de érdemes azért figyelni rá, hogy a tervünk szerint, és eddig még mindig tudtuk tartani magunkat, tartjuk az országgyűlési törvényben meghatározott dátumokat, tehát most hétfőn kezdünk. Az ülésszak már korábban elkezdődött, mert már voltak bizottsági ülések, de az első A7 kéthetes ciklusokat tekintve most kezdődik hétfőn, december 15-i héten zárul a parlament munkája, és utána már februárban az utolsó héten és március első hetében van még parlamenti ülés, és utána már a választások első lehetséges időpontja, hogy az április elseje, tehát április elsejéhez visszaszámítva egy hónap pot ott a parlament már nem fog ülésezni, ebben a Fidesz-KDNP megegyezett. Ez van az országgyűlési törvényben, úgyhogy ez az utolsó teljes őszi ülésszak ebben a ciklusban. Erre készülünk, ezt igyekeztünk jól előkészíteni. Már most a hétfői napon számos fontos kérdést fog tárgyalni a parlament. A háromnapos ülésen a kormánypárti képviselők döntöttek arról is, hogy a nyugdíjas szövetkezeteknek nem kell majd cégeljárás életéket fizetniük, illetve rövidesen döntés születhet a családi csődvédelem módosításáról is, amely a könnyített törlesztési megoldás irányába mutathat.